A második Határtalan Fesztivál keretében a hagyományokhoz hűen október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia napján őrtűzzel álltak ki a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése mellett Székesfehérváron is. A maroshegyi Székelykapunál a jelenlévőket Bór Ferenc, a Fehér Szövetség elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte, a székely nemzet megérdemli, hogy hazája, országa önrendelkezése és területi autonómiája legyen. Juhász László önkormányzati képviselő, a fesztivál fővédnöke, Deák Lajosné család- és nemzetpolitikai tanácsnok, Kónyi Kis Botond, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom elnöke és a résztvevők megerősítették, hogy a mai globális kiszolgáltatottság közepette a nemzet összefogására van szükség. A Székely Autonómia napja mindannyiunk számára egyben emlékeztetés is, hogy egy pillanatra sem feledhetjük, téveszthetjük szem elől a határon kívül élő közösségeink jogos igényét, hogy saját sorsukról, saját maguk úgy dönthessenek, hogy azzal elősegítsék a többségi társadalom gyarapodását is. A megemlékezésen Mészáros János elek, hazafias dalait is meghallgathatták a résztvevők.